Köszöntök mindenkit a Nézőpontban, a Székely Hont TV online műsorában. Mai meghívottam Fazakas Szabolcs rendező. Szervusz! Szép jó napot kívánok! Nem tudtuk eldönteni, hogy mi legyen a titulusod, annyi mindent csinálsz. Szabolcsot nem kell már Erdélyben senkinek bemutatni, azt hiszem. Akkor sem, hogyha te tulajdonképpen háttérből irányítod a folyamatokat, az álmok megvalósulását. Hát most éppen egy 10 éves álom vált valóra. Ez a Mini Erdély Park, ami ugye már hetek óta nagyon látogatott. Mesélj erről nekünk, kérlek. Brüsszelben találkoztam először a Mini Európa Parkkal. Nagyon meg akartam látogatni, és ott dolgoztunk a parlamentben, még annak idején. És konstatáltam, hogy semmi épület nincs ott Erdélyből, és azért Erdély Európa része. Aztán ugye elindult a Legendárium projekt, eltelt múlt az idő, aztán hogy mindig úgy éreztem, hogy a Székelyfürdőről valami hiányzik, tehát hogy kezdett összeérni ez a két gondolat, ugye, hogy a Székelyudvarhelyen, a Székelyfürdőn gyakorlatilag nem volt már semmi, csak Orbán Balázs sírja és a Székelykapu Múzeum, minden el lett hanyagolva. Az nekem egy gyerekkori játszóterem, úgymond ott nőttem fel, ott fürödtünk, ott indiánoztunk, bringáztunk, tényleg mindent ott csináltunk a környéken, és hát úgy egyre jobban azt éreztem, hogy valamit kell tenni. Tehát nyilván az ember kell ott tegyen, akihez a hely legközelebb áll. És hát kinéztem egy helyszínt az Orbán Balázs sírja alatt, aztán odafigyeltem arra is, hogy mit mondanak az udvarhelyi építészek, történészek, úgyhogy nem a sír alatti részt választottuk, vagy hogy ne törjük meg ott a sírnak ezt a fenköltött helyt, nem akartuk ugye hozzanyúlni a helyszínhez, de nem adtam fel, és akkor megkerestem a Székelynek azt a pontját, ami nem érdekelt senkit. Tényleg egy olyan helyszínre mentünk, ahol még a tehenek se legeltek, mert olyan dimbes-dombos, össze-vissza bokros helyszín volt. Most már ez a hely mindenkit érdekel. Ugye gyakorlatilag 5 éve dolgozunk vele, 4 éve fogtunk neki a munkálatoknak, és hát megmunkáltuk a földet. Nagyon fontos tényleg a kitartás. Volt olyan kollégám, aki így többször ugye elmondta, hogy Szabolcs, én már 4-szer is visszafordultam volna. Na hát én nem vagyok ilyen típus. Az a helyzet, hogy az európai embereknek, a világon mindenkinek meg kell mutatni, mi az Erdély, tehát milyen építészeti örökséget adott Erdély Európának, és most már innentől kezdve az a dolgunk, hogy a Mini Európa Parkban majd egy legszebb erdélyi épületet innen vigyünk el ajándékba. Majd megszavaztatjuk a parkban, annak elkészítjük a másolatát, és majd kivisszük arra a helyszínre. Úgyhogy hát igen, ez egy jó 10 éves folyamat, nagyon sok állomással, abbahagyással, de mindig jött elő, kérte. Ez volt nekem a fejemben, nagyon sok konferencián részt vettem Székelyudvarhelyen, ment a vízgerebjélés rendesen, és mindig mindenki elmondta, hogy a turizmus meg kell állítani. És az a helyzet, hogy a Udvarhely központjában van a Szoborpark, és ugye mindig megérkeztek a magyarországi turisták, megnézték, azzal vissza a buszba, mentek tovább. Tehát, hogy nem álltak meg, és itt valamit ki kellett ide találni. És tényleg úgy látom, hogy működik augusztus 1-e óta, tehát ugye hétköznap napi 500-700 ember jön a parkba, hétvégén 1500-2700 ember is volt már, tehát ez a csúcs, és jönnek mindenhonnan, nem csak magyarok, románok, külföldiek is, akik ugye bejöhetnek az országba, vagy bemernek jönni. Nagyon-nagyon nagy az érdeklődés. Én egy picit számítottam erre, nem ennyire. Tudtam, hogy ez jól fog működni, mert Magyarországon is jól működik a Magyarországi Mini Magyarország Park, a Klagenfurti Park is nagyon híres, és a Mini Transylvania Park is híres kell legyen, mert a Transylvania az már egy nagyon ismert brand név. Hogyha már egy minit elejébe teszünk, akkor az már kettő nagyon jól tud együtt kinézni. Nézzünk is bele a trailerbe, ugye van egy trailer ennek. Mondjuk el, hogy ezt azért, mert eredetileg a makettek között kellett volna ülnünk, de kint esik az eső, ezért beköltöztünk a legendáriumos stúdióba Szabolcshoz. Igen. Így benézünk a műhelytitkokba, amit én egyáltalán nem bánok, hogy itt vagyunk, de nézzük meg, hogy néz ki akkor a park. Hát igen, és a makettek jól vannak a parkban, mert ugye mindenki megkérdezi, miből van, ez műanyagból van, hogy ellenáll egy jégesőnek, ellenáll, tehát azért ezek úgy vannak összerakva, ezek a makettek meg úgy készülnek, meg UV festékkel vannak lefestve, és nagyon, nagyon jól néznek ki, tehát látszik rajtuk, az embereknek meglepődnek, amikor bejönnek, hogy azt a piculáját,
tehát sokan meg is szeretnék érinteni, de nem szabad. Egyébként a nem látóknak szeretnék egy olyan programot indítani, hogy jönnek, bejelentkeznek, és a nem látókat közelengedjük. Tehát képzeld el annak a nem látónak, hogy Erdélyt ő körbe tudja vizsgálni, nézni, meg tudja nézni az épületeket, úgyhogy nagyon, nagyon nagy melegséggel fogadjuk őket, szívesen látjuk, és tényleg csak szóljanak időben. Ha valaki ezt a műsort nézi, hallja, akkor szervezzük meg, szóljanak, és tényleg, tényleg nyitott kapukkal várjuk őket is. Hogy kell elképzelni, hogy lesz idegenvezetés, vagy van valaki, aki körbevisz, vagy mindenki saját szakára? Nem szükséges idegenvezetés, mert én mutatok itt még közben a filmeket, nem szükséges idegenvezetés, mert az a helyzet, hogy minden egyes makettünk fel van iratozva, és nincs tudod, értelme. Ez az amerikai stílusú nagyon kényelmes audio guide-szerű történet, hogy bekapcsolod, ezt én nagyon szeretem, nem gondolkodtatok ilyesmiben? Annyi mindenben gondolkodtunk, itt láthatod, itt például a makettek körül ilyen kerek táblák vannak. Tehát ez a nagy találmányom, a lényeg az, hogy a nyelvek körbe vannak, és nincs felül, alul, középen egy nyelv sem. Uh-huh. Tehát mindenki a saját nyelvére beállítja, és akkor nincs vitatkozás. A guide-okkal kapcsolatosan meg lesz itt minden, hát, hogy mondjam, ezek olyan dolgok, hogy sok ötlet van, sokan is javasolják, hogy mindenfélét csináljunk. Én egyszer úgy vagyok vele, hogy szeretném látni a parkot a helyén. Legyen minden makett a helyén, találja meg a helyét. Tehát ugye ez nagyon fontos, tehát van ennek egy műszaki terve, egy 3D terve. Ugye ezek a felvételek még a Módorhelyi Várba készültek, az előzetes, tehát a Makett Parknak ez az előzetes filmje. Ugye, igen, voltak már kiállítva. Volt kiállítva, 25 ezer ember látogatta meg akkor. Nagyon szerették, akkor is jöttek mindenhonnan a világ minden tájáról. Na, de akkor csak 25 ezeren voltak. Most 3 hét alatt értük el a 25 ezeret. Tehát nagyon sok ember jön. Én viccesen szoktam is mondani, Arafat úrtól jöztök, hogy Arafat leharapja a fejemet, hogy itt mindenhonnan jönnek. Persze maszkokkal kell kiránduljanak az emberek a sétányainkon, tehát mindenkit figyelmeztettünk, betartjuk a szabályokat, de akkor is ez szabadtéri park, tehát mindenki saját felelősségére jön-megy a makettek között. Úgyhogy hát így néznek ki. Mekkora az alapterülete? Ez 800 négyzetméter, szinte egy hektár fekszik, és mindenhol macskakövezet, járdák vannak, ilyen labirintusszerű, tehát ilyen formás. Ez olyan Erdély, tehát tényleg én örülök neki, hogy ezt a megműveletlen, össze-vissza domboldalt választottuk, mert pont ettől lett ebből egy jó erdélyi területünk, mert olyan dimbes, dombos, és ez így lett egy izgalmas forma belőle, mert minden park amúgy egyenesen van. Tehát a brüsszeli van egy kis ilyen lejtősecske részecskén, úgymond, de nem... Tehát ez az, hogy fel kell menni szerpentineken, úgy képeztük ki a sétányokat, hogy fel tudnak tolószékkel is ugye menni rajta. Tehát az embereknek ez vannak ilyen vagány lépcsők, izgalmas kis kitérők. Most így rájöttem, közben, hogy építettük, rájöttem arra, hogy állj meg egy picit, ha csinálunk, hogy egy ilyen kis ösvényt, oda fel tud menni, meg tud nézni, be tud kukucskálni. És az a helyzet, hogy ezt nem lehet előre megtervezni. Tehát ugyanúgy egy guide-ot is. Tehát a guide-ot azt akkor szabad készíteni, amikor kész van a park, mert ugye akkor azt ugye azt ilyen hely meghatározókkal lehet majd ugye beállítani, és addig nincs értelme kínlódni velem, akkor utána megint előre kezdeni, hanem egyszer elkezd élni a park, ugye meg lesz a csontvász, és akkor aztán jön rá a többi alkatrész. Mondjuk el, hogy hány lesz összesen? 100? Tehát összesen 104 makettünk lesz, közben itt keresek, még vannak ilyen kis filmek rólunk, ugye román nyelven, magyar nyelven, ez is egy ilyen kis filmecske, ez nemrég készült. 104 makettünk lesz, így mindig ugye azt mondom, hogy Orbán Balázs szemszögéből mutatjuk be Erdélyt, tehát olyan épületek is vannak, amelyeket ma nem így látunk. Tehát mondok gyorsan egy példát, Bálványosi Vár, vagy Ijefalvi Vártemplom. Tehát azért a meghatározott korokat mutatjuk, Kolozsvári Vár. Kolozsvár sem, igen. Úgy van, ahogy a falak voltak annak idején, tehát hogy a Kincses Város. Nagyon fontos. Ott van a parkban a Vásárhelyi Zenélőkút is. Tehát a vásárhelyiek, ott voltunk a parkban, hogy le volt a műve, pont
vártam valakit, és le voltam ilyen sziklára, és akkor vásárolják, hol van ez a kút vásárhelyen? És akkor mondtam, nincs meg ez a kút vásárhelyen, majd biztos, hogy helyre fogja, mert állítólag fel akarják, majd meg akarják építeni. A Budapesten található legközelebb ugye a Margit-szigeten, ez a Zenélőkútnak a másolata, és akkor a Minérdi Parkban. Tehát történelmi játékintés is ez az egész. Hát ez én azért is örültem ennek, mert így gyakorlatilag a vásárhelyieknek egy ilyen... Nekünk vásárhelyieknek, igen? És a kollégának igen? Na, is. Hát akkor igen. Tehát hogy tényleg egy... Na hát itt el is indítom a közben, igen, menjen, aminek mennie kell. Ha már itt vagyunk a stúdióban, szóval visszatérve a makettekre, sokan azt hitték egyébként, mi ugye rajzszín meg legendáriummal foglalkozunk, tehát kaptunk ilyen kis becézéseket, hogy ez most akkor Disney Park lesz, akkor Vidám Park, aztán mit tudom milyen park, tehát mindenki mindenfélét sorolt. Az elmúlt 4 évben azért én kaptam mindent, de nem, az a helyzet, hogy sokan nem értették, hogy mit akarunk. Tehát most értették meg mindenki, tehát őszintén még egyszer még mi is, de én mondjuk tudtam, hogy az ott hogy fog kinézni, mert láttam előre, meg már úgy van logisztikailag mindenki alakítva, hogy körforgás, meg sok ember, meg most ugye alakítjuk a parkolókat, szóval mondom, sokan nem értették, hogy ez... Te mindig tudod, azért a fejedben megvan, hogy mi lesz. De muszáj, igen. Így igen. Alakulnak körülötted a dolgok, és te is csak így rácsodálkozol. Így volt a legendáriummal, ami most már így követhetetlen, hogy mi nőtt ki ebből a brandből. Megfordul az ember fejében ilyenkor, hogy honnan ez a hatalmas motiváció benned. Biztos vagyok benne, hogy gyerekkorodból ered. Ki adta át neked ezt a szeretetét az erdélyi történeteknek, a legendáknak? Honnan jön, hogy ezt te meg akarod mutatni, úgy érzed, hogy nem ismerjük eléggé, és igazad van, és most már általad egyre inkább mindenki megismeri? Tehát nekem ugye nagyszüleim, meg édesanyám is hát a hazai mondákat, legendákat mondottam. Mesélték, tehát Szapuly Kati kutya, Szombatfaván, tehát mindig mondták a történetét, vagy a Budvár sztoria, hát van nekünk is Robin Hoodos legendák, hát mint fiúnak ezt ugye elmesélték Budvárvárán, és egy csomót lógtunk meg, ugye ott építettük az első biciklipályát Székelyudvarhelyen, annak idején nagy mountainbike-osok voltunk itt a környéket, összebringáztuk, hát gyakorlatilag hegyi bringáztam, de elmentem a Székelyvárakat, megkerestem. Tehát nagyon foglalkoztatott gimiben, matek óráról lementem a dokumentációs könyvtárba, Rót András tanár úrhoz, és ott nézegettem a régi újságokat, a régi dokumentumokat, érdekelt az Ugron családnak itt a dolgai, mit mozgattak, hogy mit tettek itt Székelyföldön, ugye, tehát csomó minden foglalkoztatott, érdekelt. Egyszerűen matek-fizika osztályba jártam, de mind efele hajlottam. Aztán ugye elkezdtem tévézéssel foglalkozni, emiatt nagyon sok helyre jutottam, olyan emberekhez, olyan helyekre, ahol én tényleg az egész gyimesektől, meg mindent, Budapestig mindenhol megfordultam, román tévéknél, Bukarestben dolgoztam, de nem is ez a fontosabb, az, hogy emberekkel, akikkel találkozhattam, tehát olyan energia volt azokban, amit ők csináltak, hogy egyszerűen ezek mind rávezettek arra, az legendáriumra, tehát ezek mind összerakódnak, ilyen téglaként előbb vagy utóbb kialakul. És az a helyzet, hogy igen, tehát gyerekkoromban volt egy űr, tehát nem tanították ezt az iskolában. Persze nyilván mindig tisztelet a kivétel, oktató elmondja, de az összes legendát így egy helyen nem láthattuk. És egyszerűen zavart az, hát kaptunk mi Brüsszelbe is egy térképet, megint visszatérve ugye a Európa központjába, de kaptunk egy térképet, és rajta volt Dracula Románia területéről, mint legenda. Tehát egyébként Draculának van köze a székelyekhez, tehát az eredeti Bram Stoker novellát fellapozzuk. Bram Stoker elég sokat ír a székelyekről, és az Attila leszármazottai, meg Dracula is. Tehát hogy ő próbálja kihozni, hogy Dracula legenda egy olyan környezetben születik itt Erdélyben, ahol azért a székelyek mint bátor, becsületes, harcos emberek, tehát ez le van ott írva, csak ki van felejtve ezekből a mai brendekből, de Bram Stoker olyan keményen megalapozta az erdélynek a brendjét, a Transylvania brendet, ugye visszatérjünk ugyanide. Ezt te nem is bánod, amikor ugye külföldön megfordulsz, többször voltál Los Angelesben, díjakat is nyertetek a rajzfilmekkel, hogy megágyazott nektek, tényleg Amerikában nem kell magyarázni senkinek, hát nem, hogy mi az az Erdély.
azért ezt is úgy nagyban látod te a dolgokat, hogy mindig kifele is meg akarod mutatni. Mesélj arról, hogy hogyan fogadták Los Angelesben ezt az egész történetet. Van egy rés, egy olyan legenda világ, ami máshol nincs. Persze vannak közös dolgok, ez a tejút például, hogyha erről beszélsz egy külföldi gyereknek, akkor azt ő is tud azonosulni vele. De egy csomó minden új lehet. A vikingeket ugye arról ismerjük, hogy egy csomó rajzfilm született, ez a célod. Ugye? Hát igen, tehát ezt kell megértenünk itt Székelyföldön. Tehát ez van az a probléma, hogy egy nagyon sok embernek a fejében meg se tud fordulni az, hogy itt mi, ami itt körülvesz minket, ez pont ugyanolyan értékes, érdekes, mint az a viking, vagy az a, nem tudom, az amerikai. Amerikában ugye felépítették a Disneylandet, tehát hogy itt nekünk föl se kell építeni. Ilyen. Tehát persze ez nem Disneylanddel kell összehasonlítani, de igen, de van valami, tehát ez érték van, tehát itt több évszázados épített örökségről beszélünk, a kultúráról, vagy történetekről, és tehát igen, ki kell mondani azt, hogy a székelyföldi mondák, legendák nem szerepelnek ugye világ irodalmi művekben, nem sűrűn, fordulnak elő, tehát exotikum, különleges, tehát ezt tudják akkor ugye az amerikaiak egyből erre már mondják, hogy oh my god, meg beautiful, meg ezért, de a vikingeknek a sztoriait ők is, tehát miért különbek a székelyeknél semmivel, tehát vas is rakjuk volt, kis szav rajta, de hogy tényleg ezt mi is ezeken a rajzfilmeken nőttünk fel gyerekkorunkban, tehát ugyanúgy a székely rajzfilmet is kell lássa az a viking gyermek, és akkor keresztbe menjen, tehát ne csak onnan kapjunk, hanem innen is menjen oda, és ez is a cél, tehát ez megvan angol nyelven, most szinkronizáljuk román nyelvre, tehát román televíziókba is le fog menni a legendárium rajzfilm, és alig várom, hogy a román tévékbe menjen, hogy ne a híradóban nézzék szegény ország testvéreink a hülyeségeket rólunk, hogy milyenek olyanok, hogy meg ezt viszünk el, meg ilyen földet jobbra-balra, hanem tényleg lássák meg, hogy itt van kultúra, van mondák, legendák, tehát nem baszkulántokkal visszük ki a földet valahova. Tehát szeretném, ha egy picit más szemszögből is bemutatnánk a velünk együtt élő nemzetiségnek, akár a székelyek és az erdély magyarságot. Igen, a legendárium az alapozza meg azt, hogy a legkisebbekhez is eljusson. Most neked is van egy kisfiad, mindjárt 4 éves, úgyhogy első kézből tudod, hogy ő már mennyire fogékony erre az egész legenda világra. Mit tud már ebből befogadni? Tényleg érdekel, hogy mikor kell elkezdeni a legendáriumot megmutatni a gyerekeknek? Hát én úgy érzem, hogy picikora óta, most már gyerek akarva, akaratlanul ezt azért megkapja, de az volt a jó, hogy mondta nekem, hogy apuka, akkor én székely fiú vagyok. Tehát pont az első részt nézte meg, ugye itt rólunk szól az első rész, kik a székelyek, miért, hogy stb. És a gyerek mondta, hogy apuka, én székely vagyok. És azt mondtam, hogy kész, én a munkám elvégeztem, a célom elértem. De igen, tehát mikor megyünk koront fel az autóval, tudja a likaskövet, tünnérek lepottyantották. Tehát ugye az a lényeg, hogy tehát azt kell megtanulja egy szülő is, meg mi is, tehát legendárium, és egyszerűen kell a gyereknek elmondani, a pici gyereknek nem kell itt körbe magyarázni a sztorit, csak a lényeget. És a gyerek megértetes, elmegyünk egy várba, valahol ő már kezdi összekötni, és akkor kezdi a helyszíneket megismerni. Tehát készülünk most az Almási barlanghoz elmenni, mert ott vannak a terpék, vagy a csalatornyát megnézni, tehát mind, hát itt a saját szülőföldünkkel dolgozzák fel ezek a rajzfilmek. Úgyhogy gyerekeknek, én azt mondom, 3 éves kortól már jó nyugodtan el lehet kezdeni mesélni. Annál szebb nincs, mikor kimegyünk az ajtón, jobbra nézünk, balra nézünk, az a hegy, az a domb, az a történet, az a legenda a folyóknak. Szóval teljesen más egy mesevilágba felnőni. Talán akkor felnőtt korban még jobban vigyáznak a fákra is, hogy ne vágják ki. Tehát, ugye. Készültünk a műsorra, és többször hívtalak, hát mindig valahova mentetek a családdal, és vitted a gyereket. Én gondoltam, hogy ez mindig terepszemle, tehát valahova elmész, és akkor megszületik a következő rajzfilmnek a helyszíne. Hol tart most a legendárium sorozat? Igen, és folyamatosan fordítjátok angolra, románra. Hány van már készen? Tehát tíz darab rajzfilm készült el, amely tehát televíziók számára szemreben és nélkül oda merjük adni, és vállaljuk a versenyt. Ugye van a legelső 3 epizódunk, amit a stúdió alapításának az első évében készítettünk el. Hát arra is büszke vagyok, de akkor még nem igazán tudtuk, hogy itt mi a helyzet. Tehát
akkor kezdtünk el rajzfilmkészítést tanulni az egész csapat, akkor kezdtünk összeérni. Mondjuk el, hogy mekkora a csapatod most, hát igen, 22 fő, 23 fővel dolgozunk, plusz a színészek, plusz a zeneszerző, ugye a sound designer, tehát itt azért vagyunk jó néhányan, úgyhogy jó nyugodtan az 50 embert csúroljuk, amikor itt teljes csapattal Londonban van csapatunk, na, tehát a román színészek, tehát itt azért leszünk elég sokan. A lényeg az, hogy mi ezelőtt 4 évvel elindítottuk a stúdiót, én nem tudtak a kollégák animálni. Tehát mindenkinek voltak alapismereti, egyetemen tanították, de azzal itt nem lehetett labdába rúgni. És akkor az első 3 rész elkészült úgy, hogy beledobtuk magunkat a mélyvízbe, és akkor utána, amikor ezt elkészült, akkor mondtam, na jó, akkor fogunk neki tanulni. És akkor budapesti mesői animációs iskolát elvégeztük. Hoztunk Amerikából a Dreamworks-től egy oktatót, aki nagyon sokat segített, a Kung Fu Pandába animált Ken, ugye, aztán hoztunk budapesti szakembereket, tehát Miskédi Andrea, vagy ugye Rófusz Ferenc, Valsányi Ferenc, tehát sok animátort meghívtunk ide a stúdióba, tanítson minket, mi elmentünk Budapestre, ugye Jankovics Marcelt meglátogattuk, szóval itt volt rendesen oktatás, ilyen duális képzés volt, tehát tanultunk minden, 2 kollégám elvégezett Los Angelesbe egy-egy ilyen online tanfolyamot, amit ugye Los Angelesbe ismerkedtünk meg az iskolával, és akkor innen ugye elvégeztük. Tehát itt gyakorlatilag nem volt, őszintékkel legyünk, Erdélyben nincs a 3D animációs rajzfilmkészítésnek semmiféle hagyománya. Kósz Arnold nevét emelem ki, vele készítettük el az első, a Likaskő rajzfilmet, tehát vele 4 évet dolgoztunk az első részen. Tehát tényleg Arnold egy úttörő, ő is autodidaktán tanulta meg ezt a mesterséget, de itt egy stábot, egy csapatot, egy céget csak úgy lehetett felépíteni, hogy el kellett menjünk és tanuljunk és oktatókat hozni. Hogyan fogadták Los Angelesbe? Igen, hát, a diakon túl. Igen, a diakon túl, tehát én őszintén most mi a diátadásokra nem mentünk ki, tehát mi a CTN nevű animációs világtalálkozóra mentünk ki Los Angelesbe. Hát ott a kollégák, amik bent voltak, tanultak, amely jetlag aztán engem el is rendezett, de én néhány producerrel, meg tanárral beszélgettem, meséltem nekik a történeteinkről, meg a rajzfilmeket, hogy rakjuk össze. Tehát inkább tanultunk, tehát elmondtam, mit akarok, meg mik a céljaink, ugye Varázs, Patkó, meg Erdély, meg, tehát ez nekik tetszett. Viszont inkább nekem az volt a lényeg ott Los Angelesben, hogy végighallgattam, megmondták, mit kell tenni. Tehát, hogy legyen ez a székely sztori, legenda, olyan rajzfilm, amit külföldön nem észtenek. Mert az a baj, hogy nekünk, ami természetes, vagy mi, amit bele szeretnénk tenni, én biztos, hogy az angolnak az jó, mert ők egy kényelmes nyelv, egy kényelmes népség, tehát nekik teljesen másképp kell azt, ők nem tudnak azonosulni a mi történelmi poénjainkkal, vagy bármilyen, mert nem érti, és akkor mi van. Tehát nem, őszintén. Tehát, de viszont, tehát, akiknek meséltük meg, akiknek így megmutattuk, tetszett. És az a helyzet, hogy ezután fogjuk tudni megmutatni, mert most lett kész a rajzfilm, mert addig beszéltem róla, ha lesz egy sorozat. Most kész van, elkészült az angol szinkron, teljesen másképp tudjuk akkor majd megközelíteni ezt a témát. A londoni Her Majesty Színház munkatársai, vagy volt munkatársai, mert bezárta. British akcentussal, igen. Most Skovrán Tünde javasolta, hogy azért készítsük el amcsi akcentussal ezt is. Ezt akartam mondani. Elkészült. Hogy mondjam, tehát Andrészek István dramaturga készítettük. Az helyzet, én örventem, tehát nekünk már egy nagy élmény volt, hogy megszólaltak angolul a figuráink. Tehát ez egy borzasztó vagány dolog volt. Most az, hogy british akcentussal van, az lehet, hogy még varázslatosabb, mert ugye, na, meglátjuk, elindul így a pályán, aztán, ha igényli a piac, akkor természetesen, meg ott van a nemzetközi hangsávban magyar alszín, tehát ezt japán nyelven is le tudják majd szinkronizálni. És akkor most ezután jön az a történet, hogy a román gyerekek is megismerik, mondtad, hogy mikortól lesz a román adókon. Tehát a szeptembertől engedjük. Tehát ez még lesz egy nagyon furcsa. Persze, tehát, de pozitívan fogadják, tehát a parkot pozitívan fogadják, a rajzfilmet is, tehát akik hallják, meg tudják, meg bukarestiek is, tehát mindenkinek szerencsére nincs megtönve a feje a hülyeséget, tehát ez jó lesz ez, és én mondom, várom, hogy az emberek ezt
Tehát ismerjenek meg minket a saját kultúránk által, mert közelebb tudnak sokkal kerülni hozzá. Volt egy bejegyzésed a napokban, amiután megnyílt az Erdély Park, és elgondolkodtam, nagyon megihletett téged az, hogy jött két román fiatal, és becsületesen körbejárták, nagyon szépen beszéltek az épületekről, nagyon sokat tanultak, és ezt el is mondták a blogon. És innen látszott az, hogy igen, innen az Erdély Parkon keresztül mennyire meg tudjuk mutatni a kultúránkat. És akkor írtad azt hogy talán egy fecske is csinálhat tavaszt. Tehát, vagy egy bolond hiszel... század. Igen, tehát lehet. Itt az a helyzet, ott még írtam egy lényeges dolgot abban igen, mert ez néha egy jelkap a gépszis egyetejet oda írogatok. Azt épp mérgetben írtad azt a bejegyzést szerintem. Mérges voltam, igen. Volt az a helyzet, hogy például csak így, ők nem tudtak mit kezdeni a Széken Orbán Balázsra. És ez a mi hibánk. Igen, ez a mi hibánk, a sajátunk. Tehát itt lehet itt beszélgetni, és koszorúzni, és nagyokat mondani, de ha még hiába vergődünk itt, hát ha nem tudnak rólunk, és nem értik, hogy az az ember ott mi van eltemetve. Tehát most őszintén Orbán Balázs hírja mellé nincsen kiírva három nyelven, hogy ki az, mi az, mi van oda eltemetve. De most már készül a tábla, kirakjuk, megoldjuk. Nagyon, tehát, hogy minket is kérdeznek a turisták, hogy jó, de persze van, aki googlezik és ügyeskedik, de most Wikipédiáról, tehát azért is alapítjuk a Széken az Orbán Balázs Múzeumot is. Tehát nem véletlen, tehát 30 éve volt a székely közösségnek arra, hogy a legnagyobb székelynek alapítson egy múzeumot. Tehát ez nem a legendárium dolga. Én éreztem ezt az űrt, tehát megérzem ezeket az űröket, akkor mondjam így a csapatommal, és akkor azt mondtuk, hogy legyen, akkor más nem, akkor elkészítjük mi. Beszélünk Orbán Balázsról, csak azt akartam még megkérdezni, hogy igen, a bejegyzésedben az volt, hogy lehet csatlakozni, lehet hozzátenni, lehet jó székelyesen, kaláka rendszerben, lehet segíteni nektek, nem csak örülni annak, hogy most általatok többek között felvirágzik Széke megint. Gondolom, most már jönnek az árusok, azt mondják, hogy árulhatnék én is esetleg hagyományos termékeket. Ilyenkor mindig mindenki csatlakozik és próbálja levonni a saját részét. Miben lehetne még segíteni? Most mondjuk el, hogyha hát, valaki szeretne, szívesen várjátok. Egy csomó meló van ott még. Hát sok a meló, de én azt mondom az árusoknak és mindenkinek, hogy tehát tényleg nem örülnék, ha egy ilyen piac lenne a Széken. Mert akik eddig nem voltak ott, és nem mozdítottak semmit, ezután se kéne, őszintén. Kicsit el kéne gondolkodni, tehát én neheztelek itt sok környéken, és minden, tehát kellene még ilyen mini Erdély Park, nem mini Erdély Parkot létesíteni, de itt annyi mindent meg lehet még mutatni minőségben. Tehát ez a bizonyíték arra, mini Erdély Park, ha valamit jól megcsinálunk nemzetközi, akkor arra van kereslet. Tehát ennyi az egész. Ezt lehet csinálni itt, Picska Múzeumot, óriás, nem tudom én mit, tehát itt lehet még annyi mindent, óriás malomtól elkezdve. Ez vannak itt ötletek, és adtam is már polgármestereknek ötletet ingyen bérmentve, csak csinálják. Mert beszélgetni lehet, de az a fontos, hogy megtenni azt, amit meg kell. A Széken még szeretnénk, persze, szeretnénk egy tanösvényt a Széken lápon. Tehát az egy nagyon jó dolog lenne, mert akkor kijön a turista, megnézze a Minerjé Parkot, megnézze a lápot, megnézze az Attila forrást. Én most hirtelen előkerült a Széke téma, mindenkinek a választási programja benne van, maradjon benne utána is. Nagyon szívesen látjuk a segítséget. Hát mert előkerült, de nem haragszunk én erre. Tehát, mert megértettem most már minden politikus, hogy a Széke fontos, de el tud varrének, de nem bánom, tehát ez így nagyon jól van. Tehát én elértem a célomat, nekem ez volt a célom, hogy a Széke fürdőt felkapni, visszahozni az eredeti pompájába. Orbán Balázs korában itt 400-500 ember fürdőt szállt meg a Széken. Nagyon komoly fürdőrendszert építettek ki annak idején. Tehát itt tényleg nagyon komoly feladatunk van, és a városnak most már az kellene legyen a dolga, hogy amiben lehet segítsenek, tehát nem mondom, hogy nem segítettek, csak az a helyzet, hogy most más léptékbe kerültünk. Tehát ide jön nagyon sok ember, azok az embereket be kell vinni a városba. Tehát a vállalkozókat várjuk szeretettel, nem ott a nyakunkon árusítani, meg bizniszelni, hanem tanulják meg, hogy oda hozunk mi x ezer embert, hozza be utána a városba. Én annak csak örvendek, ha itt van a udvarhelyen, mert erősödik mindenki.
Tehát mi itt várjuk a segítséget, hogy gondolkozzunk. Tehát ne másnak a bizniszére rátelepedjünk, egyből menjünk és váltsuk ki a kicsi engedélyt a hivatalba, és akkor oda tegyük le, nem tudom mit, csak akkor ne legyen parkolóhely, és akkor mire a parkig elérnek az emberek, arra már, na mindegy. Tehát, hogy tényleg az lenne a lényeg, hogy tenni valamit még pluszba, jöjjenek olyan fiatal ötletek, fiatalok olyan ötletekkel, vagy kis vállalkozásokkal, amit tényleg hozzaad a helyhez. Ott vannak, most jöttek a retrobútosok, ott vannak a parkba, nagyon jó dolog, tudnak fotókat készíteni a turistáknak, beengedtük. Ma jött egy srác, hogy szeretne ilyen kis kerámia égetést csinálni a turistáknak saját kézzel. Mondtam, gyere, tehát ilyet szívesen látok. De azt, hogy jött valaki érkezzen ilyen, tehát a kereskedőkkel úgy vagyok, hogy jó dolog, csak nem kell ott most egyből mindent ilyen csili-vili, nem tudom, ilyen kiárusítást végezni, meg minden megjelenjen. Azt szeretném, hogy a város egyértelműen fogadjon el egy olyan, itt kell a segítség nekem a politikumtól is, hogy fogadjon el a város egy olyan határozatot, hogy nem csinálunk a Szegéből gicsparádét, hanem azt engedjük, hogy a turista megérkezzen, megnézze a Minérdéparkot, megnézze az Obrán Balázs Múzeumot, a Borvíz Múzeumot, a Székelykapu Múzeumot, az Obrán Balázs sírját, adjunk információt neki, menjen tovább Székelyudvarhelyre, csinálják a bizniszt a városba, mert ez lenne a legfontosabb. És amit még szeretnék, az az, hogy kerüljön bele a politikusoknak a programjába az, hogy szervezzünk művésztáborokat a Székelyföldön, nagyon szenzációs volt Gyergyószárhegyen, és azokat a műalkotásokat kiállítani a Székelyen a szabad zöld terekben, nyilván nem a mindenhol, de hogy legyen, az emberek ott sétálnak azért, akkor legyen valami, még ilyen szemüket legyen, ami legeltessék. Orbán Balázs volt a kiinduló pont a legendárium elkészítésekor is, a Mini Erdélyparknál is mesélted, hogy most akkor tényleg úgy érezted, hogy törleszteni is kell valamit az ember felé. És akkor mondd el, hogy mi jött létre, ez is része a turisztikai látványosságnak, az Orbán Balázs Múzeum. Múzeumi, hát törlesztünk rendesen, mert tényleg én nem mentem el azokba mindenhol, mi nem is néprajzosok vagyunk, tehát sokan, most volt olyan, aki azt kérdezte tőlem, hogy én ezt miért csinálom, milyen jog alapon, mert nem vagyok néprajzos. Vízből mondtam, ideg alapon. Engem zavart ez gyerekkorom óta, hogy ezt az információt nem kapom meg. Látván az, hogy senkit nem érdekel ez a téma, ha sokan azt hitték, elgurult a gyógyszer, amikor mit akarok a legendákkal. Most már persze más a helyzet, mert látják benne a fantáziát természetesen. De Orbán Balázs Székelyföld leírása is előkerült a kezembe, amikor kezdtük a legendákat összerakni. Tehát abból is dolgoztunk. És mondom, én azt érzem, és hogy hiány volt, hogy nem volt egy múzeum a neki, vagy látogatóközpontja, mert mi nem vagyunk múzeum, milyen magánmúzeum vagyunk, látogatóközpontnak nevezzük, és két történésszel, ugye Gidó Csaba történész és a kollégával összegyűjtötték, hát ők gyűjtöttek össze nagyon sok információt Orbán Balázsról, az életéről, és nagyon-nagyon sok anyag előkerül, csak ezeket feldolgoztuk, tehát kb. Egy éve, mint dolgozzuk, Vásárhelyi Nemzeti Archívumban fényképeket repróztuk, tehát lefényképeztük azokat is. Orbán Balázs nem hagyott hátra sajnos, hátrahagyott, hanem a közösség nem őrizte meg az utókor számára, tehát neki három darab notessa van, amit utána találtak meg halála után. Ezek sem udvarhelyen vannak, tehát nem is értem, miért nem itt vannak, de itt lenne a helye udvarhelyen, a múzeumban, de hát Kolozsvár, meg Szent György, meg Csíkban van, és a fotói. És ennyi. Na most mi meg kellett ott a múzeumban, hogy mutassuk. Hologramot készítettünk, akkor elkészült egy ilyen Madame Tussauds-szerű viasz, tehát ilyen Orbán Balázs figura, aki ül a képzeletbeli íróasztal mellett. Tehát mi elképzeltük azt, összeraktunk egy ilyen akkorabeli teret, hogy hogy nézett ki, és ott ő dolgozik, írja a székelyföldjárását, pipál, ránéz a turistára, hogy ez a szobor, ez az élő szobor. Felépítettünk egy piramist az épületbe, felépítettük azt a hívószobát, ahol a Jersey-szigetén Victor Hugo fiával és Victor Hugo-val hívták elő a filmeket. Szóval próbáltuk közelhozni az emberekhez azt a világot, amit ő megélt. Tehát én úgy mondjuk Orbán Balázs 61 évet élt, lehet, hogy rosszul mondom, nekem a számokkal az élekkel mindig bajom volt, de a 61 év alatt leélt 120-at, az biztos. Tehát ő azért nagyon sokat csinált, tett, és nem magáért tette, a közösségért. És ezt is mondjuk el nyugodtan, hogy azért
a székely testvérei akkor annyira ügyesek voltak, hogy aztán végül a más régió, más térségnek kellett a képviselője legyen budapesti parlamentben. Na, de hát ezek ilyen dolgok. Jó, ha ezt megismeri a székely ember, ezt a múzeumot, ezeket megtudja, mert lehet, hogy tanul a múlt hibáiból. Mert úgy érzem, most is ugyanazokat követgetik el itt a politikusok. És nem a politikusok ezért a hibás. Ez egy ilyen érdekes dolog, itt Udvarhely környékén, hogy így kialakult. Szóval, de mondom, ezért nem hibás senki. Tehát ez van, ez a Udvarhely ilyen. De te vagy az a fecske, aki tavasz csinál majd. Mi jön még? Hát Szabolcs, én le is írtam, mert nem tudnám fejből elmondani, legendárium, könyvek, rajzfilmek, társasjátékok, színezők, Szent László legendárium, rajzfilmstúdió, egy csomó embernek nyújt kreatív munkát, van, aki külföldről költözött haza, hogy itt dolgozhasson, Mini Erdély Park, Orbán Balázs, látogatóközpont. Mondj egy titkot, mi az, amit dédelgetsz most, és meg fog valósulni a következő években. A fecskével kapcsolatosan annyi, hogy én hálás vagyok, mert jó a fecske fészek is itt, meg azért ez az itthon, tehát én se tudnám ezt csinálni, nem lenne Udvarhely mellettem, az emberek, a hivatalok, vagy mindenki, tehát én mindenkinek hálás vagyok alapvetően. Mondom, most értettek meg igazán szerintem, hogy én mit akarok. Tehát remélem, hogy... Hány év után? Nem baj, mindegy. Én tudtam, mit akarok, mentem előre. Én abban bízom, hogy még nagyobb lendület lesz, tehát lendülettel és bátran állnak oda mellé, és csináljuk együtt tovább. Mert nem magunkért készítjük, mi nem akarunk a Szelykén bárók lenni. Tehát mi lesz még? A Szelykefürdőn? Én elmondom, egy insect park is lesz a Szelykefürdőn, egy bogárpark gyerekeknek, Orbán Balázs kilátót akarunk építeni, mert volt az Orbán Balázs korában is, és szeretnénk ott egy ilyen kis ökumenikus kápolnát az zarándokoknak. Nagyon sok zarándok jön a Szelykefürdőre, a Mária úton, és most ez a Via Transzilvánia útvonalon. Ezeknek az embereknek egy kis pihenő, elmélkedő helyet építenénk ki. De az Udvarhely Múzeumnak átadtunk egy tervet az Orbán Balázs hírefele vezető sétányról, ezt mi készítettük el, átadtuk, dolgoznak rajta. Hamarosan rendes minőségi lépcsőn lehet felmenni a sírhoz, nem a sárba. Nagyon fontos ez is. És bízom benne, hogy az Orbán Balázs sírja mellett tudunk egy szabadtéri ilyen múzeumot készíteni Orbán Balázsnak, mert aki nem jut be a múzeumban, meg azért ott olyan információkat tennénk ki róla, meg megmutatnánk, hogy mi az, amit ő itt Székelyföldön feltérképezett, hogyan készítette azt, picit közelebb kerüljön az emberekhez. Szóval itt van terv, munka bőven. És csináljuk a Rasszim stúdiót, Kárpát-Vencei legendáriumot, szóval itt azért sok-sok-sok-sok minden készül. Egyszerűen a történet, ha ezeket én nem készíteném, akkor nem tudnék én is itthon létezni. Tehát ezeket én azért csinálom, mert meg kell élni. Tehát gazdasági alapokra kell ezeket mind-mind-mind helyezni. Követni sem lehet téged, Szabolcs, tényleg. Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk a legendárium műhelyében. Viszlát, sziasztok!